Polgár Balázs, a Vedd Együtt főszervezője a vendégem. Isten hozott a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Próbáltam arra visszagondolni, hogy mikor is beszélgettünk először arról, hogy létezik olyan megmozdulás, hogy összefognak családok, és együtt vásárolnak őstermelőktől, és ez elég régen volt már. Hát szerintem, amikor először beszélgettünk másokkal is, ez már 10-15 éve, igen. De hogy 5 éve volt, amikor mi ezen a régi összefogáson alapuló élményből kiindulva elkezdtük a Vedd Együtt kezdeményezésünket, ahol igazából az volt a cél, hogy én informatikus mérnökként azt, amit tapasztaltam, hogy működik ez a fajta összefogás, de viszonylag sok munkát, időt, energiát igényel, meg lelkes koordinátorokat, ezt egy picit megtámogassuk egy online platformmal, és akkor így segítsük azt, hogy adott esetben ne csak alkalomszerűen, hanem rendszeresen, rendszer szinten is tudjanak működni az ilyen közösségi vásárok. Igen, talán azok számára, akik még nem találkoztak ezzel, kérlek, hogy magyarázd el, hogy miről van szó. Tehát nem csak arról, hogy én akkor felajánlom a szomszéd néniknek is, hogy na majd én elmegyek, ha már úgy is megyek a boltba, akkor nekik is veszek valamit, vagy amit szeretnének, hanem ez egész más. Nagyon egyszerű az alapgondolat, azon alapul, hogy ha összefogunk a vásárlásban is, és kihasználjuk a közösségben lévő erőt, akkor az egy plusz értéket tud jelenteni. Ha együtt rendelünk egy termelőtől, az már olyan mennyiséget tud jelenteni, hogy a termelőnek megéri közvetlenül hozzánk hozni a termékét. Nem kell, ki tudjuk iktatni a felvásárlókat, nagykereskedőket, kiskereskedőket, és így egy méltányos, hogy úgy mondja, méltányos kereskedelmi rendszer tud kialakulni. Hát igen, és a termelőknek egy kis biztonság, ugye, mert valamilyen módon szerződést kötnek, ugye, hogy biztos, hogy tőlük rendszeresen fognak vásárolni. A vevők igazából nem, tehát mi együttel közvetítő platformként uh-huh. működünk. Azt próbáljuk bátorítani, meg segíteni, hogy közösségek fogjanak össze, hozzanak létre maguknál átvételi pontot, termelők jelentkezzenek be, és mi próbáljuk összekötni őket, kit a hozzá közeleső átvételi pontokra, közösségekhez, és amikor nekik van éppen valami termékük, akkor azt hirdetik meg a közösségeknél, és tőlük rendelnek együtt előre a vevők, a közösség tagjai, és aztán azt, amit előre megrendeltek, azt hozzák már el a termelők. Akkor ez egy picit más, mint amiről én máshol készítettem interjút, ezek a termelői kosarak, hogy az őstermelő összeállítja a szezonális termékeiből. Tehát most a káposzta van, meg a nem tudom én, répa, hagyma, és akkor abból. És aki ebbe beszáll, az vállalja, hogy abból főz, de hát egymás között persze csereberének meg a káposztát, nem szereti, helyette a sárgarépát kér inkább, tehát lehet. Igen, ezek a tipikus dobozközösségek, mi igazából átmenet vagyunk e között, a modell között, meg a klasszikus kereskedelem között, amikor bemegyek a boltba, és azt veszem meg, amire éppen szükségem van. Azért is indultunk ki ebből, mert azért az a tapasztalatot van, az egyik apuka ismerősöm mondta, hogy egyszer szállt be egy évre egy ilyen dobozközösségbe, életében nem evett annyi zöldet, mint akkor, de hogy alapvetően ő ette meg a többségét, mert mondjuk a gyerekeknek nem jött be annyira a családon belül. Tehát jó ez a fajta felelősségvállalása a termelőkért, csak nem mindig működik, főleg hosszú távon, és ezért alakítottunk ki olyan modellt, ahol igazából a szokásos piaci bevásárlást tudjuk egy kicsit az online térbe hozni, mindenki azt veszi meg, amit akar, és a termelő pedig azt előre összekészítve, névre szólóan hozza el az átvételi pontokra. És akkor hogyan kapcsolódik ez össze a teremtett világ védelmével? Igazából a lévén a Napinus Egyesületben is tag vagyok, alapvetően a szemlélet meg a lelkület, ahogy kialakítottuk az egész rendszert, magában a modellben jelennek meg ezek, azáltal, hogy rövid értékesítési láncot valósítunk meg, tehát közvetlenül a termelőtől kevesebbet utaztatjuk a terméket,
és akkor így a szállításnak a környezeti terhelését tudjuk csökkenteni. Azáltal, hogy előre megrendelik a vevők, pont azt is csak annyit hoznak a termelők, amire szükség van, így az élelmiszerpazarlást tudjuk csökkenteni, nem kell hazavinni, nem romlik meg, legalábbis a termelői oldalon nem. Az már a mi felelősségünk, hogy amit megvettünk, az nálunk otthon a hűtőben el is fogjon. De ugyanúgy, amit az előbb említettél már, azáltal, hogy közvetlenül összekötjük, személyességet teremtünk a vásárlásban, a termék mögött arc is van, történetek, tudjuk azt, hogy kitől hogyan jön. Így az emberi méltóságot, a biztos megélhetést is tudjuk termelői oldalon is segíteni. Ugyanakkor, ami még talán ide kapcsolódik, hogy kapcsolatban vagyunk szociális szövetkezetekkel, például Küngöstről a Szent Kinga szociális szövetkezethoz lekvárokat, szörpöket, vagy a Máltai Szeretett Szolgálattal, ők is létrehoztak egy Máltai Manufaktúra nevű intézmény, céget, ami azt hivatott, hogy vidéken, az elmaradott településeken munkahelyet teremtsen, megtalálják azokat a lehetőségeket, ahogy munkát tudnak adni az adott településen, vagy annak környékén élő embereknek. Szent Kinga éléstára, Küngös és környékén segít ugyanezen a módon. És nekik igazából az értékesítés az, ami a legnehezebb pont. Tehát pályázatból megcsinálták a feldolgozókat, kialakították ennek működését, és mi pedig a felelős közösségekkel próbáljuk őket összekötni, hogy így találjanak közvetlenül hozzánk el az ő termékeik, és akkor így, egyfajta ilyen felelős vásárlással ne csak terméket vegyünk, hanem támogassuk a szűkebb, tágabb környezetünket és az ott élőket. És mi az, ami erősebb, tehát az igény, sokkal több olyan van, aki jelentkezik, hogy én is vásárolnék, hogy lehet, vagy több az a kistermelő, őstermelő, aki fölkínálja az áruját, és olyan szempontból is, hogy van több, hogy abból van több, aki már jelentkezik, hogy nyitottunk egy kis gazdaságot, szívesen csatlakoznánk, vagy pedig ti keresitek még azokat a kapcsolatokat, amik során kielégíthető a kereslet. Azt mondom, hogy olyan szempontból gondviselésszerű, hogy így organikusan fej-fej mellett fejlődik mindkét oldal. Alapvetően még inkább mi keressük meg a közösségeket is, de a cél igazából az lenne, hogy a közösségek önmaguk is bejelentkezzenek, és igazából bátorítanám erre a nézőket is, hogy ha van olyan munkahelyi, plébániai, iskolai közösség, ahol 10-15-20 ember össze tud fogni, akkor bátran keressenek meg minket, jelentkezzenek, és segítünk abban, hogy akár egy ilyen szociális szövetkezettel, akár egy sima őstermelővel vagy kistermelővel összekössük. Ami még a modellben érdekes lehet, hogy kétféleképpen működünk. Vannak heti rendszerességű vásárok, meg vannak szezonális vásárok. A szezonális az a klasszikus, amit igazából szoktunk így egyházi közösségben, hogy rendeljünk együtt almát a termelőtől, és akkor a termelő 20 kilós rekeszben hozza, egyszerre többet megveszünk, és akkor praktikusan, amikor és ahogy érik, akkor hozza a termelő a gyümölcsét nagyobb kiszerelésben, és akkor csak tőle rendelünk. Így tudjuk megoldani például azt, hogy a málna termelő reggel leszedi, tudja azt, hogy délután 4-re végez, hétfő, szerda, pénteken, és akkor két helyszíre tud mondjuk elmenni, és akkor mi a közösségekhez oda szervezzük, hogy már aznap szedett málnáért lehet jönni. A másik modell, viszont ami, így kinőtt belőle a heti rendszerességű, ott viszont előre meghatározott fix időpontokban van egy-egy helyszínen vásár, és akkor oda szervezünk több termelőt, aki a zöldséggyümölcsöt hozza, a húsost, a sajtost, a lekvárt szörpöket, és akkor gyakorlatilag ott lehetőség van a minél inkább a heti bevásárlást megejteni. De akkor ez nem sima piac, tehát előre jelezni kellett, hogy mi
13-an oda fogunk menni, és átveszik azt a sajtót, nem tudom én. Igen, igen. Gyakorlatilag nem lehet csak úgy egyedül beesni arra a vásárra. Hogy úgy mondjam, hogy előre lehet. Igen. Tehát, hogy az online platformon meg vannak hirdetve ezek a vásárok, termelőktől adott helyszínre, adott időpontra közvetlenül tudunk rendelni. Tehát én egyedileg is be tudok csatlakozni mondjuk az országúti ferenceseknél lévő szombat délelőtti vásárra, és a rendszer összesíti igazából ezt a termelők felé. És akkor nem járok úgy, hogy oda megyek és nem jut, hiszen jeleztem, hogy igenis fogok kérni egy nagy kerek sajtot. Igen. Megvan ez az előnye például, hogy nem kell piacnyitásra odaérni, és mert különben félni, hogy ha később megyek, akkor már nem jut ez az amaz, hanem amit megrendeltem, az biztosan ott fog várni a ponton. Igen, mert ugye egészen most elgondolkoztam, hogy akkor plébánián vagy a közösségben összefogunk akkor 15-en, de ezek lehetnek akkor tényleg nagyon alkalmi összefogások is. Persze. Tehát nem kell mindig minden vásárlásunkat együtt végezni. Abszolút. És igazából erre is bíztatnám a közösségeket. Ez tud lenni egy ilyen belépési pont. Például a kismarosi nővérekkel is kapcsolatban vagyunk, és ők is kezdetektől segítettek minket, meg megjelentek a kínálatukkal. Nekik is nagy segítséget jelent a szociális szövetekhez hasonlóan, hogyha egy közösség összefog, és együtt rendelnek tőlük. Mi ehhez tudunk egy, hogy mondjam, informatikai platformot adni, hogy ez könnyű legyen, ne kelljen Excel táblákat küldözgetni. Nyilván megoldható egy ilyen rendszer nélkül is, csak mi ezt könnyebbé tesszük, hogy kevesebb energiával mind a termelő, szervező részéről, mind pedig a közösségek részéről megcsinálható legyen. És akkor a te családod már nagyon régóta így vásárol. Abszolút, ugye? Igen. Egy kicsit benne volt azért a motivációban, hogy ez a fogjunk össze, hogy mi is jó minőségű termékeket ehessünk, mert én azt érzem, hogy nagyon, nagyon nem mindegy, hogy mit adunk a gyerekeinknek, és ez volt a másik motiváció igazából, hogy azt látom már óvodában is, hogy gluténérzékeny, tejcukorérzékeny, ilyen érzékeny, ilyen bajuk, olyan bajuk vannak a gyerekeknek, és úgy jönnek el a zsúrba, hogy hozni kell az ennivaló. Használati utasítás is a gyerekhez, hogy ezt nehogy neki, azt nehogy neki. Igen, meg külön sütve, meg hozva azt, hogy mit tehet. És nyilván nem tudományos oldalról közelítem meg, de ez úgy érzésre benne van az, hogy rengeteg ipari élelmiszert eszünk az utóbbi egy-két évtizedben, ami nem segít ebben. Tehát cél lenne, és saját részről is ez volt, hogy minél természetesebbet, minél inkább a földről és kimélő gazdálkodásból származó termékeket elérhetővé váljanak, és így nekünk is jó igazából, mert így összefogtunk, és én is innen tudom etetni a saját gyerekeimet. Említetted a személyes kapcsolatokat, hogy az is nagyon fontos. Neked, jó, te kiváltságos helyzetben vagy, meg gondolom a munkatársaid is, nem tudom hányan végzitek ezt a feladatot, de hát ti keresitek a gazdákat, a közösségvezetőket, a plébánosokat, nem tudom, ahol csak tudtok kapcsolatokat építetek, de a résztvevők hogyan, tehát mi az, amit tapasztalsz egy-egy ilyen piacon, vagy átvevő ponton, hogyan látod a személyes kapcsolatok alakulását? Érdekes kérdés. Mert kezdetektől igazából cél volt az is, hogy a közösségeket is segítsük és erősítsük, és ez egy olyan lehetőség legyen, ami eszköz az ő kezükben. Az, hogy hogyan tudnak vele élni, az viszont mindig a helyi közösségen múlik. Tipikusan van egy helyi közösségszervező, aki segít a közösség tagjainak elérésében, a hírlevél továbbküldésében, kiplakátolásban, és valahol rajtuk is múlik, hogy mennyire használják ezt a lehetőséget. Van olyan helyszín, ahol csak egyszerűen találkozási lehetőség, és a vevők ezt mondják, hogy viszonylag szűk az átvételi időszak, tehát ilyen fél óra, óra, másfél, attól függ, hogy mennyien rendelnek, tehát koncentráltan jönnek az emberek, és akkor találkoznak régi ismerős arcokkal, tehát találkozási pont is. Ilyen alkalomszerűen, de van olyan, ahol tudatosan az egyik anyuka mondta, hogy ők próbálják úgy időzíteni
ott viszonylag késő délelőtt van az átvétel, hogy gyerekeket otthon hagyni, vagy van egy kis játszótér a közelben, hogy akkor ott játszanak, és akkor egy kis kávéra legyen idejük, hogy közösségi életet is élnek, de meg el is intézték közben a bevásárlást, tehát hogy nem kell, hogy lelkiismeret furdalásuk legyen, hogy most csak nem, mint hogyha nem érdemelnék meg egyébként, de nehezen jut idő arra, hogy csak magukkal foglalkozzanak, vagy összejöjjenek minden további nélkül, és ez is egy alkalmat tud jelenteni erre. Még egy, tudom, nem a statisztikák a fontosak, csak kíváncsi vagyok, hogy leginkább budapesti csoportoknak az igénye ez? Most úgy működik a dolog, hogy Budapest is környékén, Vácgőd, Dunakeszitől, Szentendre, Békásmegyer, Pilisborosjenő, le Budakeszi, Budapesten több ponton, és aztán Budaörsbiatorbágyig bezárólag errefele vannak átvételi pontok, de ez pusztán azért, mert organikusan nő, és ezeket a közösségeket értük el. De szeretnénk azt, hogyha ha ország, Debrecenben például már indult vásár, és ott egy időben szerveztek, de most alakul egy együttműködés is, aminek keretében szeretnénk majd segíteni a máltai felzárkózó településeket, hogy vidéken is ugyanilyen közösségi vásárok megvalósulhassanak. Tehát nem semmi korlátozó jellegű nincsen ebben. És akkor van egy honlap, aminek a címét érdemes akkor megjegyezni. Veddegyütt.hu. Ilyen egyszerű. Igen. És akkor ott mindent, majd akkor meg fogom nézni, mert ez izgalmas, hogy minden információ megvan ahhoz, hogyha valaki környezetében még nincs ilyen csoport, de valahogy szeretne elindulni, akkor mindent megtalál. Igen, a nyitó oldalon rögtön van egy gomb, hogy szeretnék átvételi pontot létrehozni, és ez 5 perc alatt megtehető. Ez nagyon kezdeményezőnek kell lenni, csak szeretnék csatlakozni egy közösségre. Hát vagy megnézni a meglévő átvételi pontokat, és akkor lehet azokat követni, és hogyha onnantól küldjük az értesítőt azoknak, akiket érdekel az adott pont, hogy amikor éppen oda vásárt szervezünk. Na, erre kíváncsi vagyok, esetleg egyszer erről is beszélgethetünk, hogy kik azok, akik olyan bátran kezdeményeznek. Most ugye Ferenc pápa meghirdette a 2 éves szinódust, és nyilván mindenkire számít, mindenkinek az aktivitására, és hogy ezen a területen is, hogy vannak-e olyan emberek, akik tényleg merik azt mondani, hogy jó, még nincs gyakorlatom benne, de próbálok valamit elindítani, elkezdeni. Erre én is kíváncsi leszek. Én nagyon bízom benne, hogy vannak. Mi is Naphimnusz Egyesülettel is készülünk most arra, hogy országszerte a helyi kis közösségeket arra buzdítsuk, hogy létrehozzanak ilyen teremtésvédelmi megoldóköröket, amik arra irányulnak, hogy kicsit összefogva, tudatosan, zöldítsük a rendezvényeinket, fogjunk össze a vásárlásban, komposztáljunk együtt, kevesebb hulladék képződjön, és egyáltalán elinduljon ez a gondolkodás, hogy mit tudunk tenni. És hangsúlyoznám, hogy a teremtésvédelemben nem csak a környezetünket védjük, hanem a körülöttünk lévő emberekért való felelősségvállalást is tudatosítani kell magunkban, hiszen mi magunk, illetve az embertársaink is részei a teremtett világnak. Úgyhogy ez lenne a cél, és nagyon reméljük, hogy minél többen fognak jelentkezni. Egy gondolat még belefér. Igen, ami röviden. Jó. Hogy a közösségeket is igazából, az összefogást honoráljuk azzal, hogy van egy közösségi jutalék ilyen 3-5% körül a vásárlásokban, és ez mindig a helyi közösség mondja meg, hogy milyen célra menjen. Tehát van, ahol a Caritáson keresztül a rászorulóknak, van, ahol az iskolai alapítványnak, a közösségi ház fenntartására vagy fejlesztésére, úgyhogy ez egyben egy forrást is tud jelenteni a közösségeknek, hogy ezáltal, hogy összefogunk, megcsapoljuk egy kicsit a kereskedelemben lévő profitot, és a saját közösségeink erősítésére, fejlesztésére is fel tudjuk használni.
Balázs, nagyon köszönöm, és biztos vagyok benne, hogy még sokat fogunk beszélgetni, hiszen a televíziónkban most sokféle változás zajlik éppen, és mi mindenképpen szeretnénk hát a színódusnak a szócsövei lenni, és minden kis közösségi szinten is meglévő beszélgetést valahogy fölhangosítani, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.